csomagolják a menüket az egyik közétkeztetéssel foglalkozó cég munkatársai. Itt naponta nagyjából 350 adag ételt szállítanak ki, azóta, hogy az éttermi részük a koronavírus miatt bezárt. Az ételkiszállításra nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. Most a koronavírus járvány idején pedig még a korábbinál is nagyobb odafigyeléssel dolgoznak ennél a cégnél. Így például a munkavállalók minden nap írásban nyilatkoznak az egészségügyi állapotukról. Hét minden napján azért szondáztatjuk őket, tehát ugye kérdőívek vannak, egyebek, amikkel egyáltalán a veszélyeztetettséget esetleg ki lehet mutatni. A kiszállítást a mi személyzetünk végzi, ők is ugye föl vannak szerelve mindenféle védőeszközzel, kesztyű, maszk, egyebek. Készfertőtlenítőszerek biztosítva benne a járműben. Tehát amennyire lehet, igyekszünk odafigyelni ezekre. A szabályok arra is kiterjednek, hogy milyen módon lehet a kész ételt kiszállítani. Az egyik lehetséges módszer az úgynevezett sokkolás. Ennek során az ételt nagyon rövid, néhány perces időn belül 3 Celsius fokra hűtik. A másik módszer szerint a kész ételt azonnal lezárt dobozokba adagolják, és olyan gyorsan kiszállítják, hogy a maghőmérséklete ne tudjon 70 Celsius fok alá hűlni. Itt így oldják meg a kiszállítást. A sokkolásos technikával ugye az a lényege, hogy nagyon rövid idő alatt lehűteni, hűtött állapotba tárolni, utána ezt úgy szállítani, és a fogyasztás előtt regenerálni, tehát fölmelegíteni, ugye legalább 70 fokos hőmérsékletre föl kéne melegíteni ahhoz, hogy az jó legyen. Mi melegen szállítjuk az ételt, tehát reggel készítjük el, és rögtön frissibe kerül be a edényzetbe, és úgy történik a kiszállítása. Nyilván erre is érdemes rámelegíteni, tehát ez sem lesz ugye, mit tudom én, a fogyasztásra megfelelő hőfokú, tehát egy kicsit visszaül azért ebbe az edényzetbe, de ez is egy lehetséges módszer. Nyilván azt, hogy éthordóba vigyen el valaki, mert ugye ez is egy katartikus kérdés, erre nincs lehetőség. Tehát nem tudjuk garantálni azt, hogy az olyan fertőtlenítésen esett át, ami tényleg tökéletes, ezért ezt nem, hanem a saját magunk által beszerzett eszközöket használjuk az ételek kiadásához, kiszállításához. Ezeknek ugye zárhatónak kell lenni, ne fertőződhessen a kiszállítás közben, illetve hát úgy olyan eszközöket kell beszerezni, amik bírják a hőfogot, bírják ennek a kiszállításnak a gyötrelmeit. Gőzerővel folyik a munka egy másik szekszárdi közétkeztetésért felelős cégnél. Volt, aki merte, más dobozolta az ebédet. A vállalkozás kommunikációs vezetője azt mondja, alapvetően két módszert alkalmaznak az ételt kiszállító cégek, annak érdekében, hogy ne legyen semmi baja az ételnek, mire a megrendelőhöz kerül. Van egy kritikus hőmérséklet, ez a plusz 10 és a 63 fok közötti hőmérséklet, ahol a legnagyobb esély van arra, hogy bizonyos kórokozók esetleg szaporodjanak. Itt most nem a jelenlegi járványra kell gondolni, hanem bármi másra. Tehát a két alapvető módszer az, hogy vagy magasabb hőmérsékleten tartani az ételeket, jellemzően 63 fölött, tehát 70-80 vagy akár magasabb hőmérsékleten, a másik pedig az, hogy 10 fok alatt, ezt egy sokkolásos technológiával szokás elérni, amikor viszonylag rövid idő alatt erőszakosan lehűtünk ételeket. Egy ilyen típusú kiszállításnál, amikor elkészül az étel és kiszállításra kerül, akkor nincs akadálya annak sem a meleg étel kiszállításnak. Itt az a lényeg, hogy ugye azon a tudom, 2 órán belül odaérjen a helyre, és akkor ott vagy elfogyasztásra kerüljön, vagy lehűtésre. Az pedig, hogy melyik módszert alkalmazzák, attól függ, milyen messzire kell szállítani az ételt. Ha sok idő telik el, akkor a sokkolásos módszert tartják célra vezetőnek a szakemberek. Határozottan azt mondom, hogy 80 fok az már teljesen jó. A megfőtt állapotában. Ez az a hőmérséklet, mondja Hámori Róbert étterem tulajdonos, amin egy melegen tartó dobozban biztonságosan lehet kiszállítani, anélkül, hogy minőségi probléma lenne az étellel. Szerinte a legnagyobb probléma, hogy megjelentek a piacon olyan ételkiszállítók és előállítók, akik az ismert konyhákra hivatkozva szállítanak ki, miközben az étel minősége és a kiszállítás módja messze elmarad az előírástól. Egy esetleges fertőzés esetén pedig a hivatkozott konyhának van bizonyítási kötelezettsége, miközben a vizsgálat ideje alatt adott esetben az is bekövetkezhet, hogy szüneteltetnie kell a működését. Én is hallottam róla, én utána nem járok, mert nem vagyok nyomozó,
Viszont hallottam azt, hogy családi házaknál kifőzés van, és viszik a nyugdíjasoknak. Ebben nagyon nagy hibát követnek el, megmondom azt is, hogy miért. Ugye hivatkoznak itt a vendéglátóknak a nevére, hogy innét jöttem, onnét jöttem, és hogy kihozzuk az ételt, miközben ez nem igaz, hozzátéve, de egyetlen egy dolgot elfelejtenek, az, hogyha véletlenül valami fertőzés történik, és azt mondják, hogy a étteremből viszik ki az ételt, akkor ugye ránk száll a nébik, ránk szállunk mindenki, és nekem kell bebizonyítani azt, hogy én oda nem vittem ételt. Tehát ez egy óriási felelőtlenség, és ezt nem tudom tolerálni. Tehát ez hogyha ha ez így működik, akkor nagyon, nagyon nagy gond van a vendéglátásban. Nem az a lényeg, hogy nálunk mit okoz, hanem az, hogy mit tesz velünk. Tehát tulajdonképpen bennünket tönkre tud tenni. Ha egy hétig, ha két hétig, vagy három hétig, mert ugye akárki kiszárít és az ő nevét használja fel, akkor abban a pillanatban már gáz van. Tehát abban a pillanatban már nem ő hozzá fog kimenni, mire kinyomozzák azt, hogy hát ő tulajdonképpen ő hozta ezt az egészet, nekem kell bizonyítani az ellenkezőjét, mert az én nevemet használta fel. Négy iskola, 15 óvoda. Az anyagok dobozolása után a közétkeztetésben műanyag légmentesen lezárt dobozokba teszik az ételt, majd azt egy másik fekete nagy hőtartó ládába helyezik el. A dolgozók kesztyűt és maszkot viselnek, és az ételkiszállítók is megfelelő védőfelszerelésben végzik el a feladatukat. A higiéniára, a járművek, eszközök fertőtlenítésére a szokottnál is nagyobb hangsúlyt helyeznek. Külön légmentesen lezárható ételdobozokban, ami azon kívül még belekerül egy másik dobozba, egy hőntartó dobozba, ez természetesen ez is egy újabb védelmet nyújt. Na most ezen felül a sofőröket, akik azért az árut mozgatják, illetve az ételeket pakolják, nyilván kesztyűben, maszkkal dolgoznak, sőt még szemüveget is kapnak. A kiszállítás szabályai között az is szerepel, hogy csak olyan járművel lehet ételt vinni, amit semmi más célra nem használnak, és a jármű rakterének láthatóan tisztának kell lennie. Ezért a kocsikat naponta fertőtlenítik belülről. A kiszállítást a saját autóinkkal végezzük. Ezeknek az autóknak ugye a tisztíthatósága, a higiéniai feltételei jogszabályban előírtak, milyen módon kell ugye a belső burkolatoknak kinéznie, azoknak a tisztíthatósága, hogy történik. Ugye természetesen itt is most azért a vírus veszély miatt egy komolyabb odafigyelést igényel, komolyabb fertőtlenítést, minden nap átesnek a fertőtlenítésen, nehogy véletlenül gond legyen ezekkel. Az ételkiszállítás szabályaival kapcsolatban kerestük a Tolna megyei kormányhivatalt is. Válaszukban a Nemzeti Népegészségügyi Központ erre vonatkozó tájékoztatására hívták fel a figyelmünket. Eszerint az ételek kiszállításában csak olyan személy vehet részt, aki egészséges, valamint a vele egy háztartásban élősen mutat fertőzésre gyanús tüneteket. A futároknak minimum 60%-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítőszert kell biztosítson a cég, ezt a futárok kötelesek is rendszeresen használni.